Tisztelt Péter Pollemó, tisztelt Kámon Gyándor, hölgyeim és uraim! Nehéz az embernek utoljára beszélni, abban én szóltam kérni a kollégáimtól, hogy általában a végén beszéljek, mert amit nekem ide leírtak, azt ők mindent elmondanak. Így nekem most kicsit rögtönözött kell a beszédemet, de ha megengedik a rögtönzött beszédemet, egy idézettel fogom kezdeni. Henry Fordot szeretném idézni, aki egyszer azt mondta, hogy összejönni kezdés, együtt maradni haladás, együtt dolgozni siker. Ha ezt egy kicsit megemlékszünk, vagy kicsit ízlelgetjük ezt az egy idézetet, akkor valójában ez az egy mondatban benne van a Lufthansa elmúlt 50 éve. Hiszen valamikor 1967-ben kezdték a magyarországi légi közlekedést. Együtt maradtunk ki már 50 éve, és itt Antakából felhívott kollégákat, tehát sikerült olyan kollégákkal 50 évig együtt dolgozni, ami a sikert hozta. Én azt gondolom, hogy az 1967-ben elindult akkori egy járat egy igazi sikertörténetnek a kezdete volt. Minek is köszönhető a Lufthansa sikertörténetét. Úgyis, mint Lufthansa egyik utasa, én ezt három jelzővel jellemezném. A Lufthansa-ban megtalálható a professzionalizmus, a megbízhatóság és az elkötelezettség. Ez a három jelző önmagáért beszél, de azt gondolom, hogy meg kell ismételnünk néhány számot, amit már az előttem a szólók is elmondta, hogy igen, ez a három jelző a számokból is levezethető. 2017-ben a Lufthansa kapta a legjobb európai légitársaság díja 18 millió utas vélemény alapján. Ha megengedik, én is kérnék, hogy mondjak egy látpapsot. Gratulálok! A tavalyi év során a Lufthansa csoport gépeit közel 110 millió utas választotta, heti közel 12 ezer járatok a világ 103 országában és 308 célállomására indul, ezt az előttem szólóval elmondták. Azt is kifejtették, és itt szeretném megörösíteni, hogy a Lufthansa egyedülálló Magyarországon abban, hogy három repülőtérre is közlekedtett járatot, ez eddig még csak nekik sikerült. És az előttem szólók elmondták azt is, hogy magyarországi járatokat évente több mint 1,6 millió utas választja. Hát ez a Lufthansa sikere. És ezért a Lufthansa csoport világszerte elismert cég. Hazánkban is a magas minőségi munkájukról és megbízhatóságukról váltak híressé. Ki kell, hogy mondjuk, Lufthansa 50 év alatt Magyarország egyik legkedveltebb és legnagyobb légitársaságán vált. Szívből gratulálok hozzá. Eredményessége egyúttal a piac visszaigazolása, a kormány közlekedésfejlesztési iránti elkötelezettségének is. Tisztelt jelenlévők! Azt gondolom, hogy a legendás német precizitás méltán vált a Lufthansa egyik védjegyévé. Említettek itt előttem már a ominózus szélesávú internetet, a kinti beszélgetésünkben megemlítettem, hogy egyben az én életemben a Lufthansa biztos, hogy az első. Egy olyan légitársaság van, ahol egy szolgáltatást mindig igénybe veszek, és az Lufthansa-nak a széles számú internet, amikor hosszabb távra utazom, azt gondolom, hogy ez nekünk, utasoknak nagyon megkönnyíti a utazás beletöltött időt, és ad egy kis lehetőséget a munkára, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ezt biztosítottak. Kicsit beszéljük a repülésről, hiszen mégiscsak ez a mai nap a repülésre is szól. A repülés az emberiség egyik fantasztikus vívmánya. Magába sűríti a vágyakozásunkat, az akadályok, a távolságok és az idő leküzdésére. Köszönjük a Lufthansának, hogy ebben segít bennünket. Nem olyan régen befejeztünk egy világbajnokságot Magyarországon, ebben is köszönjük a Lufthansának és a repülőnek és a közleműködését. És ha megérkezik a beszédemet,
Fina záról elmondott egyik idézetemnek a utolsó fél mondatával zárnám. Mohamed Ali egy beszédben, egy gondolatában a lehetetlen létezéséről mondott egy pár gondolatot. És én azt kívánom a Lufthansának, hogy önök is írják ki az íróasztaluk fölé, amit Mohamed Ali is mondott, csak tömörül így, hogy a lehetetlen nem létezik. Azt kívánom önöknek, hogy még nagyon sok lehetetlennek tűnő elképzelést, innovációt valósítsanak meg, utasok javára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen!